Köszöntöm a Pécs TV nézőit. E heti Sportma adásunkban egy nagyon érdekes, tulajdonképpen funkcionális edzésmódszerrel, sportággal ismerkedhetnek meg. Először nézzenek meg egy rövid összefoglalót. Teremfelújítás, új létesítmény beüzemelése, országos verseny rendezése. Mozgalmas időszaka van a Testakadémia Pécs tagjainak. A Pécsi Sport Nonprofit ZRT-vel közösen végezték el a fejlesztéseket, hogy a Hungarian Cross Challenge második fordulójának pécsi rajtjára szinte minden elkészülhessen. Nem gépek, hanem edzéstípusok várják a betérőket a Testakadémián. Az egyesület egy éve költözött a sportcsarnok nyugati szárnyába, és most a PSN ZRT közösen álltak a terem felújításának. A Testakadémia a közelmúltban rendezte a Hungarian Cross Challenge második állomását, ami a crossfitterek országos versenysorozata. A sportolók profi és open kategóriában nevezhettek, és természetesen a nőket és a férfiakat külön értékelték. A bajnokságot a Pécsi Sport Nonprofit ZRT által üzemeltetett Várkői Ferenc Diák és Szabadidő Sportközpontban rendezték, így az állóképességi és erő versenyszámokat is el tudták helyezni a pálya különböző pontjain. Vendégem a stúdióban Mézes Gergely, aki a Testakadémia Pécs teremvezetője, illetve Reisz Dániel, ő pedig edző a Testakadémián. Sziasztok! Hello! Először akkor beszéljünk arról a versenyről, ami most volt nemrég, és hát mindenki nagy izgalommal várta, és szerintem a városban nem volt olyan, aki ne hallotta volna a hangokat, mert itt a Várkői pályán én is, még Kertvárosban is hallottam a versenyt. Hogyan született meg az ötlet, kik voltak itt ezen a versenyen, egy picit Gergő erről, ha mesélnél? A versenyünk egy országos versenynek az állomása volt, ez a Hungarian Cross Challenge. Öt állomás van egy évben, ennek voltunk mi most az egyik versenye. Gyakorlatilag itt férfi-női kategóriában lehet versenyezni, ezen belül van egy erősebb, egy RX nevezetű kategória, illetve egy open kategória, ahol tudnak versenyezni a versenyzők, az ország bármely pontjáról lehet nevezni. Hát így a nyár ellenére elég nagy volt a létszám, 80 fölötti nevező létszámunk volt. Ez úgy gondolom, hogy nyáron jó, alapvetően a HCC verseny, azok ilyen 100 fős versenyek szoktak lenni. Ez egy egész napos versenysorozat. Nyilvánvalóan így, hogy Pécsen rendeztük, így a Testakadémia Pécs adta a legtöbb versenyző, de így is nagy volt a szám, tehát 14 pécsi indult, ez nagyon-nagyon magas szám. Jól sikerült a verseny, bár egy kicsit elhúzódott, mert ott voltunk körülbelül este 9-ig az eredményhirdetéssel együtt. Igazándiból minden rendben volt, pécsi versenyzőink nagyon jó eredményeket értek el. A RX kategóriában fiúknál két fiunk indult, Gubi Viktor második lett itt még. RX kategóriában soha nem állt még pécsi versenyző a dobogón. A Dohány Gábor indult még férfi RX-be, Rétházi Csilla női RX-ben lett hatodik, a fiúknál pedig lányok indultak hárman, ebből a Égi Fruzsina holt versenyben első lett volna, de sajnos nincsen ilyen crossfit versenyen, így a több első helyezett miatt Sándor Lilla nyert, és a Fruzsina második lett. A Nagy Dóri és Klippel Klaudia versenyzett még Openben, ott, amit ki kell emelni, hogy Nagy Dóri az egyik futamot megnyerte. Fiúknál nagyon sok indulónk volt, Reisz Dániel dobogón, ő harmadik lett, Takács Attila negyedik lett, és volt még egy döntősünk, Fund Robert, ő a 35 év felettiek kategóriában így dobogós lett. Úgyhogy pécsi szempontból is nagyon szépen sikerült, de a visszajelzéseket tekintve mindenki élvezte, aki itt volt. Dani, neked is jól sikerült a verseny, de te mint edző is vagy, illetve sportoló is, milyen volt, mennyire volt ez kihívás, illetve hogyha valaki nem tudja, hogy mi ez a crossfit, akkor csak röviden mutasd be, hogy mik voltak a feladatok, miket kellett csinálni. A verseny nagyon jó hangulatú volt. Én elsősorban edző vagyok, nekem ez a harmadik versenyem volt. Igazából ezt olyan céllal indultam neki, hogy tapasztalatot szerezzek, ezzel segítve az embereket, akiket felkészítek. Feladatok négy feladat volt. Nálunk ugye egynaposok a versenyek, tehát négynél többet nem lehet vállalni. Azt kell tudni a feladatokról, hogy a
CrossFitbe a cél, hogy minél intenzívebben dolgozunk, tehát ilyen 90% fölött, és minél változatosabban olyan mozgásanyagot használva, hát úgynevezett funkcionális, de hogy ezt értsék is, a hétköznapi mozgásanyagba könnyen beépíthető mozgásanyagokat használunk. Leegyszerűsítve legyünk úgy erősek, hogy tudunk mellette úszni, futni, tehát az úgymond fittség minden területén jól tudunk teljesíteni. Így például az első számban súlyemelés volt, maximális súlyt kellett megtalálni, amit fej fölé tudunk juttatni. 6 perc állt a versenyzők rendelkezésére, és ők pakolták fel maguknak, tehát egy ilyen kicsit gyorsított súlyemelő versenyt láthattak. A másik szám az egy futós feladat volt, 400 súlyemelő gyakorlat, 800 súlyemelő gyakorlat, 800 méter futás súlyemelő gyakorlat, és a végén egy 400 méteres sprint. Tehát ugye, aki csinált már esetleg interval edzést, az tudja, hogy más így lefutni 2400 métert, mint egybe. Úgyhogy talán ez volt a leggyilkosabb, ezt mondták is a versenyzők, mert nagyon ritka, hogy ennyi futás van egy versenyszámban. Utána jött az ilyen klasszikus crossfit gyakorlatok, ami azt jelenti, hogy folyamatosan feladatra haladnak előre, viszonylag magas ismétlés számot kell teljesíteni, és kifejezi be előbb a feladatsort. És akkor tulajdonképpen az egész napnak az összeredménye alapján alakult ki a végső sorrend. Minden futam után értékeljük a versenyzőket, kapnak egy helyezésszámot, és értelemszerűen a első három, a futamot ugye vodnak hívják a crossfitben, az első három vod után kialakul egy rangsor, és a negyedik vodban az már csak egy döntő vod, oda már csak a legjobbak kerülnek be. Ez a fiúknál mind a két kategóriában 12-12 embert jelentett, a lányoknál pedig mind a két kategóriában 6-6 embert. Itt egyébként, mint az eredményekből is kitűnik, az fontos volt, talán mi voltunk az egyetlen terem, aki minden döntőben képviseltette magát. A Várkői stadion mennyire felelt meg a crossfit feltételeinek, mennyire volt jó a pálya? Azt hiszem, hogy nagyon két helyen rendeztük meg igazándiból. Ugye a 400 méteres futásra használtuk az atlétikai pályát, illetve a salakos pályán rendeztük a versenyt. Itt ugye nagyon fontos, hogy mivel azért súlyemelő gyakorlatok vannak, itt nagyon jó dolog szabad téren rendezni crossfitet, de nyilván egy füves vagy egy egyenletlen talaj azért elég, az veszélyes lenne. A salak teljesen megfelelt arra, hogy edzeni, illetve versenyezni tudjunk, úgyhogy gyakorlatilag kinézetre azt hiszem, hogy teljesen megfeleltünk egy nemzetközi verseny szintjének. Dani, kik azok, akik érdeklődnek a crossfit iránt? Kik keresnek meg titeket, illetve kinek tudod ajánlani? Kiknek tudod ajánlani? Én elsőre talán sokak azt hinnék, hogy nagyon sportos, kidolgozott emberek sportja ez, azzá válnak ezáltal. Azonban az ügyfeleink szerintem, vagy hát akik hozzánk járnak, azoknak szerintem 70-80% az úgymond átlag ember, aki elsősorban olyan edzést keres, ami motiváció számára, hogy teljesíti, tehát, és változatos. Tehát, hogy úgy már többen mondták, hogy előzően már várják az edzést, mert sose tudják, hogy mi lesz. Tehát, hogy nagyon változatos, mert ugye nagyon sok mindent használunk, tehát nálunk nincs az, hogy egy bizonyos szert használunk, mint mondjuk, nem tudom, kerékpározás, ugye a bicikli vagy a spinningnél. Itt gyakorlatilag evezőpadtól, medicinlabdán át súlyemelő készletig mindent használunk, és ezért hát az edzőknek jó dolga van, mert könnyű összeállít az edzést így. Ugye, amit mondott a Dani, ehhez rengeteg felszerelés kell, rengeteg eszköz kell. Elköltöztetek, már ott vagytok a sportcsarnoknak ugye a nyugati részében. Az mennyire megfelelő, illetve milyen bővítéseket terveztetek, mire lenne még szükségetek? Hát azt megtanultam, ugye több mint két éve működünk már ebből, most már egy éve a sportcsarnoknál. Azt megtanultam a két év alatt, hogy olyan nincs, hogy elég eszközünk lenne. Bár lassan azért szerintem tartunk ott, hogy azt mondhatjuk, hogy amit most mi edzést akarunk tartani, ahhoz van elég eszközünk. Rengeteg eszközigénye van a crossfitnek, de főleg ezért is fontos, amit a Dani mondott, hogy gyakorlatilag a tagjaink van olyan
tagunk, aki már az elejétől kezdve hozzánk jár, és nyilván a gyakorlatokkal szinte mindenki, mindegyikkel találkozott már értelemszerűen, de a gyakorlatok sorrendjének összeállításával, vagy hogy épp mit kell elvégezni, ez tényleg edzésről edzésre más, és ezáltal folyamatosan fönn tudjuk tartani az érdeklődést. Ugyanúgy azoknak, tehát a versenyzés nagyon fontos ilyen tekintetben sportágban, de mint edzés típusnál azért a tagjaink 80%-a nem azért jár hozzánk, hogy versenyezzen, azért jár hozzánk, hogy jobb állapotba kerüljön. Tehát a versenyzés nagyon fontos, mi kiemelten kezeljük, de azért az edzésünk arról szól, hogy ha Dani szavával élve, az átlagembernek megtaláljuk, megmutassuk, hogy hogyan tud jobb állapotban lenni, és ugye nem utolsó sorban minden edzésünk edző által irányított, tehát nem neki kell kitalálni, hogy az adott eszköz mire való, vagy hogy mit csináljon ahhoz, hogy jobban legyen. Ez a termünk úgy gondolom, hogy rendben van, ami most ráadásul volt egy felújításunk, ugye közösen a sportcsarnok jóvoltából is. Most amiben bővültünk, hogy itt Kertvárosban átvettünk egy termet, ezt jelenleg csak TRX edzésekre lehet látogatni. Tervezzük azt is, hogy itt is egyfajta crossfitet nem fogunk tudni tartani, de egyfajta funkcionális edzést szeretnénk tartani. Jelenleg TRX-re várjuk a hozzánk jönni vágyókat. Itt mondjuk azért azt ki kell emelni, hogy nem sok olyan terem van Pécsen, ahol 120 négyzetméter csak TRX-re lenne fenntartva, tehát itt is azért van benne olyan plusz, amivel talán más nem rendelkezik. Amit a Gergő mondott most, ahhoz épp a következő kérdésem kapcsolódott volna, hogy hogyan válogatjátok ki azt, hogy kiből lesz versenyző, ki pedig edzéser, vagy pedig ezt mindenki saját maga dönti el, hogy ő versenyezni szeretne, vagy pedig pusztán azért, hogy jól érezze magát, és hogy a mindennapi kondia meglegyen. Igen, hát ahhoz, hogy valaki versenyezen, el kell sejtetni bizonyos technikákat, főleg súlyemelésben, mert különben ugye sérülés veszélyes lehet a verseny. Az edzésen ezt tudjuk úgymond differenciálni, hogyha valakinek nem megy, akkor könnyítjük a gyakorlatot, vagy van, hogy csak egy PVC-csővel dolgozunk, ami elsőre viccesnek tűnhet, de sokszor a legfárasztóbb azzal edzeni. És hát sok olyan versenyző van, aki már más sportból jött át, vagy abba hagyta sérülés miatt, vagy csak egyszerűen abba hagyta, mert nem érte el esetleg ott olyan eredményeket. Nekik azért elég erős alapjuk van, és ezt az elején azért lehet látni, ahogy a gyakorlatokat végzik. De volt már olyan, akit rábeszéltél arra, hogy versenyezzen? Hogy nem akart? Én szoktam javasolni, volt már erre példa. általában pozitív a tapasztalat, tehát nagyon jó a hangulat a verseny, és tényleg, aki egyszer kiáltogat egy ilyen verseny, akkor láthatja, hogy az emberek elsősorban önmagukkal versenyeznek, és inkább biztatják a másikat, mint hogy ellenfélként állnának oda. Ugye azt láthatjuk, meg azt elmondtátok, hogy nap mint nap változik. Ez az edzésmódszer nap mint nap változik, hogy milyen feladatok vannak. De maga a crossfit, az változik-e? Változott-e az évek során? Fejlődik-e? Vagy van egy kialakult szabályrendszer, és azon belül lehet változtatni? Egyrészt ez egy nagyon új sport. Tehát, hogy ezt Amerikában gyakorlatilag az első, ugye van a CrossFit Games, ami ez a világbajnokságnak hívható versenysorozat, egyáltalán 2007-ben volt az első, tehát gyakorlatilag 8 évről beszélünk, amióta ez versenysportként üzemel. Nyilván változik, de én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a tendenciák változnak. Tehát van, amikor a súlyemelés kerül előtérbe, van, amikor a hosszú távú állóképességű dolgok, futás, úszás a idei világbajnokságon nagyon nagy szerepet játszottak, tehát inkább ilyen tendenciák változnak. Ez az edzéseinket annyira úgy gondolom, hogy nem érinti. Az edzés az inkább az van, hogy gyakorlatilag ebben a sportban tényleg szinte minden eszközt használunk, tehát az evezőgéptől kezdve a traktor gumin át az olimpiai súlyemelést, és mivel annyira sok az eszköz, itt tényleg az edzőim kreativitására van bízva, meg a világ bármely termében, hogy mire használnak. Nagyon új eszközök már nem fognak valószínűleg bejönni, bár biztos mindig lesz kitalálva valami, de igazándiból annyira sok eszköz van, hogy gyakorlatilag ezzel már
bármit meg lehet tartani. Dani, hogyha valaki jelentkezne, vagy valaki szeretne járni crossfitre, akkor hogyha csak szinten tartás szeretne, tehát ha csak edzegetni szeretne, akkor mit szoktál javasolni, hogy heti hányszor? Tehát mikor, mennyit érdemes edzeni, mennyit érdemes foglalkozni a crossfittel, illetve emellé, tehát nagyon változatos, de emellé kell-e bármiféle más kiegészítő sporták szerinted? Én úgy gondolom, hogy az elején az a heti 2-3, amit érdemes tartani. Egyébként hosszú távon ez elegendő is, hogyha nincs olyan célja, hogy esetleg versenyre menjen. Hát mellette én néha a futást szoktam javasolni, hogy azért az állóképessége felfejlődjön, de nagyon más nem, mert tényleg elég átfogó edzést kap nálunk, úgyhogy így. Beszéltünk arról, hogy ez nagyon fiatal sportág, ez a crossfit. A magyar versenyzők hol vannak így a világ élvonalához képest? Mi a tapasztalat? Hát ugye szerencsére van nekünk egy Kovács Laci, aki ott van a világ élmezőnyében. Sajnos az idei Games-en bár nyilván kijutott volna, de sérülés miatt nem versenyzett. Jövőre reméljük, hogy ott lesz. Laci mögött van egy kicsi leszakadás. Igazándiból egy lépcsőt kellene először megugrani a magyar versenyzőknek, hogy ugye ez úgy épül föl a Games rendszere, hogy van a először nevezhet mindenki a világon, és utána egy úgynevezett regionális versenyre lehet kijutni, amit mivel Európában egy van, ezt hívhatjuk Európa-bajnokságnak mondjuk, és erre az Európa-bajnokságra kellene eljutnunk odáig, hogy a Lacin kívül ki tudjon jutni még magyar. Reméljük, hogy egyszer Gubi Viktor is csatlakozik ehhez a névsorhoz. Valamint, ami mondjuk talán inkább elérhető, rengeteg verseny gombamód szaporodnak a nemzetközi versenyek Európában. Pont azért, mert a Gamesből csak egy van, az egész évre az kevés. Nagyon sok európai verseny van, ezekre mind-mind kvalifikálni kell, mind női, mind férfi vonalon. Itt azért most már kikijutnak a magyar versenyzők, nyilván függ a mezőny erősségétől. Én úgy gondolom, hogy azért a következő években várhatóak jó eredmények. Itt nagyon fontos tudni, akár a Testakadémia Pécsről, de akár hogyha országos szinten nézzük. Tehát mondjuk a pécsi teremben két éve edzhetnek így az emberek. Egyáltalán akikkel Magyarországon összemérjük az erőnket, ők mondjuk 4-5 éve versenyeznek. És mondjuk egy olasz termek pedig mondjuk 7-8 éve működnek. Ez nagyon nagy különbség jelenleg. Tehát azért kellenek évek, hogy ledolgozzuk. Áprilisban voltunk egy csapatversenyen, ahol, hát már nem emlékszem pontosan, az erősebb kategóriában 5. és 6. helyezett lett talán a két magyar csapat, ebből az egyik pécsi. Az open kategóriát, ott például egy nemzetközi versenyen magyar csapat nyert. Tehát hogy azért nyilván van hova fejlődni magyar szinten, bőven, de úgy gondolom, hogy egy-két éven belül jönni fognak az eredmények, addig meg szurkolunk a Lacinak, hogy minél nagyobb eredményt érjen el. Dani, neked mi a célod, mind edzőnek, mind sportolónak erre az évre? Elsősorban, mint edzőnek. Hát szeretném, hogy azok, akik a versenyen indulnak, és értelemszerűen nálam készülnek fel, minél jobb eredményt érnek el. Hát elsősorban Égi Fruzsinát készítem fel, aki ugye most másodjára is sikerült másik helyen végeznie. Ugye ennek a versenysorozatnak lesz majd egy döntője, úgyhogy az a végső cél, hogy ott viszont már a legtetején álljon. Gergő, neked mi a célod magával a teremmel, most már két teremmel, illetve a crossfittel? A teremmel nyilván az a célunk, hogy minél több pécsi ember úgy döntsön, hogy nálunk szeretné visszanyerni, megőrizni, fejleszteni a formáját, bármelyiket. Eddig, aki hozzánk járt, mindenki megtapasztalta, úgy gondolom, hogy pozitívak a visszajelzések a termünket illetően, tehát talán nem fog csalódni senki, hogyha hozzánk csatlakozik. A versenyileg én kétféle módon vagyok érintve, tehát nyilván, mint idézőjelesen, mint csapatvezetője a Testakadémia Pécs versenyzőinek, szeretném, hogy minél jobb eredményt érjenek el a versenyzőim, de alapvetően ennek a Hungarian Cross Challenge-nek is szervezője vagyok, tehát nyilván az, hogy a versenysorozat minél nívósabb legyen, az is fontos nekünk. Holnap után Siófokon
szerepelünk a Muscle Beach-en, ott csak az erősebb kategória, az RX kategória versenyez. Ott is van 4 pécsi versenyzőnk, Rétházi Csilla ugyanúgy a lányoknál, a fiúknál Gubi Viktor, Dohány Gábor és Takács Attila is kipróbálja magát az RX versenyzők között. Reméljük, hogy a versenysorozat is fejlődik, és a pécsi versenyzők megtartják velük a lépést. Sok sikert kívánok nektek, a Testakadémia Pécsnek, az új teremhez is, és remélem, hogy hamarosan jó híreket hallunk a sportolóitokról. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönjük szépen. Véget ért a sport ma, jövő héten találkozunk, viszontlátásra.